Kályhából kipattanó szikra, elektromos tűz és balesetek. A két ünnep között sem unatkoztak a katasztrófavédelem munkatársai, de szilveszterkor is sok munkát adtak a lánglovagoknak az ünneplők. 31-én Pakson Cseresznyi és Pusztánál egy lakatlan tanya gyulladt ki, itt berendezési tárgyak égtek, a paksi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínről, két vízsugár, valamint kényszerszámok segítségével oltották el a keletkezett tüzet. De Szekszárdon és Bonyhádon is vonultak a tűzoltók. A völgységi városban egy 20 négyzetméteres tújasor, míg a Tolnai megyeszékhelyen egy családi ház kertjében lévő dísznövény gyulladt meg a szilveszteri tűzijátéktól. A szóvivő kiemelte, a megmaradt rakétákat nem szabad otthon tárolni. Ezeket a tűzijátékokat, az el nem használt, el nem működtetett tűzijátékokat viszont igyekezzünk visszavinni gyakorlatilag a megvásárlás helyére. Ezeket ne az otthonunkba tároljuk, valamint, hogyha ezek sérülnek, nedvességet kapnak onnantól kezdve, megint csak nem elhasználhatók, tehát itt is igyekezzünk ezettől a lehetőség szerint megszabadulni ennek rendje és módja szerint. Ezek birtoklása ugyanis szabálysértésnek minősül, és akár 150 ezer forintos bírsággal is járhat. Magyarország területén összesen 37 olyan esethez vonultak szilveszteri jelén a tűzoltók, amit a tűzijáték okozott.